XD. Nem klippelnek. Klippelni kéne, mert ha klippeltek minden vittes dolgot, vagy olyan dolgot, ami nem feltétlen vittes, csak jól lenne visszalátni egy heti xd-ben, akkor megcsinálom, vagy megcsináljuk, de nem klippelnek, srácok, klippeljetek mindent. Viszperton talán senkinek sem kell bemutatni, sajnos. A csávó főleg tiktokszony... ...nyomul kemény. Ez rosszabb lesz, mint gondoltam. Konkrétan a legismertebb magyar férfi tiktoker. Idézőjelbe teszi férfi, mint hogyha nem lenne férfi attól, hogy meleg. Ez a férfiség nem változtat semmit, hogy szereti a f*** vagy nem. En, en, ennél rilebben nem tudom elmondani ezt, de most aki nem érti, az nem fogja megérteni, akár annyira mondod el neki. Szóval ez szerint a lista szerint a top 10 mezőnyben igazából három himnemű ember van, az egyik ő, a másik pedig egy pár férfi tagja, tehát nem szólóban nyomul a srác, a harmadik pedig hát szintén nem egy hipermaszkulin jelenség, de azért annyira még nem férfiatlan, hogy a tizedik helynél előrébb jussam. De, mintha egy... TikTokos listán az számítana amúgy, hogy egy férfi mennyire maszkulin. Nem az volt odaírva, hogy a... Jaki 728 mondja, átlagos mi hazánk szavazó. <laughs> Tehát nem az volt odaírva, hogy a legférfiasabb TikTokerek. Mert akkor valószínűleg nem a Viszpártonnal kezdődött volna, de. és, és lehet, hogy én is ki lennék akad, vagy ott, az, ott van az első helyen, de itt nem erre van szó. Na de ki is Viszpárton? Ő. Álljunk még egy pillanatra! Készüljetek velem a második randimra Mr. rodrigo Story time. Én nap értem haza Magyarországra, Amerikából. Bocsánat, én négy napra eltűntem, de ez. Nyilván egy olyan videót tett be, amiben a melegsége az egy elég fontos elem, mivel egy srácsal megy randizni. Itt az ő nézői ezt nagyon-nagyon szívesen fogják kiragadni és rákcsálódni rajta, mert meleg, és hogyha meleg, az automatikusan rossz lesz. Holnap kezdődik a Balaton Sound, úgyhogy ideje megcsináltatnom a valaha volt legexzább körmeke. Ha a látottak ellenére sikerült megőrizni a férfiasságod, akkor kérlek egy lájka, jelezd a videón. Meg amúgy is lájkolj. Szóval Viszperton esetében nem igazán az a fontos, hogy mit is csinál, meg... Nem is hangzottál még semmi a videóban, hogy... Azon kívül, hogy információkat kaptunk, arra, akik a legkövetettebb emberek. Miért lájkolnám? Hogy meleg, vagy genderfluid, vagy akármi, a személye, meg az úgynevezett munkássága a videó mondani valóját tekintve teljesen tök mindegy. Bár azért... Bár azért az, hogy ilyen szövegekkel aktívan hűíti a főleg tinédzserekből álló követő táborát, finoman szólva is kúdundorító, de térjünk vissza magának a jelenségnek az általános vizsgálatához. Szerintem amit itt a Viszperton leírt, hogy egy igazi férfi maszkulinitását nem befolyásolja, milyen ruhát vesz fel, egy igazi férfi tisztában van önmagával, egy igazi férfi csak azt, mi, amit akar, csak azt visel. Ez teljes mértékben így van, ez tökre egyet tudok érteni. Tehát én ebben, ebbe például nem tudok belekötni. Azt, hogy a igazi férfi, hát lol, Hát League of Legends. Szerintem ez teljesen real. És ha ezt számításba vesszük, hogy a top 10 magyar TikToker között, ahogy már mondtam, igazából nincs egy szimpla férfiasnak mondható srác, mind a mellett, hogy női többség van, akkor elég jól kirajzolódik előttünk az az irányvonal, amit a TikTok szab a jövő generáció férfiainak, akik jelenleg még csak 16 és 24 év között is srácok. Te láttad már a komment szekcióját a múlt vagy egy statisztikát esetleg tudsz mutatni arról, hogy itt tényleg a férfiak vannak esetleg becélozva, már én nagyon-nagyon-nagyon biztos vagyok abban, hogy a Viszperton nézőinek több mint 80%-a lány. Itt nem hiszem, hogy olyan sok férfi el fogja veszteni a férfiasságát azért, mert meglátja a Viszpántont, hogy kisminkeli magát. Nem, nem hiszem, hogy ez megtörténhet. Nem, nem hiszem, hogy bárki itt, aki a cseten úgy gondolja, hogy ő egy kisfiú, aki lányokat szeret, most meglátta a Viszpertot, és úgy van vele, hogy én most a kisfiúkat fogom szeretni, és mától mondjuk meleg vagyok. Vagy ne, Isten, lány van itt ilyen ember, aki emiatt lett meleg? I te, 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 is? Meg mindenki? Srácok? Na jó, csináljunk akkor egy orgiás szerintem ennek örömére, nem? Hívjuk a hidant is. Ez szerint a férfias értékek nem érnek semmit, férfiasságra nincsen semmi szükség ebben a modern világban az érvényesüléshez. Sőt, pont, hogy akadályt képezi az érvényesülésnek. Ellenben, ha levetkőzöd magadról a férfias viselkedés mintákat és feminin jegyeket veszel magadra, akkor lesz csak igazán sikeres, híres és ismert. Egy olyan platformon, mint a TikTok. Ezt azért erősen hozzá mert én szerintem alapból lehet, hogy több lány használja a TikTokot, mint fiú. Nagyon-nagyon tudnak rajongani főleg a kislányok. Én a kisfiúkat annyira nem szoktam izélni látni, hogy rajonganak, de a kislányok azok nagyon-nagyon oda vannak, főleg fiúkért, és, és, lehet, hogy igen, amúgy a Viszpertonél is oda van nagyon sok kislány, annak ellenére, hogy ő meleg. Ezzel szerintem alapvetően semmi probléma nincsen. Minden kislány meg kisfiúnak volt szerintem ilyen, hogy meglátott valakit a tévébe és rajongott érte, vagy mondjuk az interneten. Én szerintem itt nem hiszem, hogy olyan nagy probléma van, és nem is hiszem azt, hogy a kisfiúknak a Viszperton fog tetszeni, és mondjuk nem a nem tudja a Forsnert senget, csak mondtam egy másikat. Ne is törekedj arra, hogy igazi férfivá válj. De egyébként ez a trend természetesen nem csak nálunk figyelhető meg. Ha megnézzük az európai trendeket, akkor például mind a német, mind pedig a francia TikToker mert lehet találni egy hasonló kaliberű embert, és az most lényegtelen, hogy egy meleg srác, vagy egy fanboy, vagy akárminek is definiálható az illető. A lényeg a férfiasság teljes hiánya. Ami pedig elgondolkodtató, hogy például az USA népességének 35 százaléka vallja magát az LGBT közösséghez tartozónak, és ez az arány többé-kevésbé a világra is kiterjeszthető. Szóval hogy lehet az, hogy ezek az emberek ennyire felülreprezentáltak a közösségi médiában? Tényleg az vajon a helyzet, hogy a többségi normális társadalom ilyen mértékben kíváncsi ezekre az emberekre organikusan? Igen. Több mint valószínű. Hogyha nem lennének kíváncsiak rá, akkor nem kattintanának rá logikus módon, de valahogy a TikTokon mégis több mint egy millió ember bekövette a Vispertonnak, már majdnem egy millió követője van, sorry. Tehát akkor mégis érdekli az embereket. De ezt nem lehet letagadni. Azt pedig még muszáj megemlíteni, hogy szintén a német, illetve francia élmezőnyben, aki még férfi tartalomgyártó és nem a feminin kategóriából, az is maximum bugyutáskodó poén videókat csinál, és nem lehet nem észrevenni azt sem, hogy jellemzően nem törzsgyökeres európaiak, hanem bevándorló hát. és ezzel mi a baj? Na most, bocs, megmerem kérdezni, de ez, ezzel mi a probléma? Én szerintem a melegséggel sincs probléma, de ez, ezzel is van? Ez ennyire baj, hogy vannak feketék Európában? Bocs, haver a jellemzően nem törzsgyökeres európaiak, hanem bevándorló hátterűek. Úgyhogy nagyon olybát tűnik, hogy az Európa jelenleg még többségi lakosságához tartozó férfiaknak az az üzenet van címezve hogy általánosságban, hogy a férfias értékeket inkább felejtsük el, és legyünk minél gyengébbek, puhábbak és idiótábbak. De ez az egész TikTokra rávetíthető, tehát hogy legyen mindenki butább. Ittok nem nyugatról jön a vók hazájából, mégis pontosan a vókhoz idomuló kontentet promótál. A vicc viszont az, hogy ez pont inkább Kína szempontjából logikus szemben a nyugattal, ami legalábbis látszólag saját magát mérgezi a vók ideológiával. Bele lehetne mászni itt most mély konteókba, de ne tegyük. Ez a vók, ez, ez mindig megad, amikor ezt mondják. Katonai ellenfele is Európának, illetve az usa tehát a nyugatnak. Ímódon pedig az az érdeke, hogy minél jobban gyengüljön az itteni populáció, minél életképtelenebbek és gyengébbek legyünk. A teljes férfiatlanítás a cél, még más egyéb szintén a gyengítés szolgáló cél. Nem arról volt, hogy nem áskodunk bele konteókba? Jaki Kína 28 mondja, mondom, torockai videó, tele van összeesküvés elméletekkel. Nagyon jó, imádom. Na mondja, Kap Kapcsolt ki inkább ezt a szart ex-dd, mert már felbasz. Szóval a TikTokot Kína azért pusolja ilyen kontentekkel, mint a Visperton, hogy a férfiak ne legyenek férfiasak, és Kína így fogja elgyengíteni az egész világot. És utána leigezzek. Leigezzek az egész világot, és Kína elfoglal mindent. Mindenki lesz, és csak Kínában lesznek igazi férfiak, és működni fog. Mindehhez hozzájön az a jelenség, amiről már számos videót találni a neten. In their version of TikTok, if you're under 14 years old, they show you science experiments you can do at home, museum exhibits, patriotism videos and educational videos. And they also limit it to only 40 minutes per day. Now, they don't ship that version of TikTok to the rest of the world. Szóval nekik, szóval, hogy a 14 alatt vagy, akkor Kínában van egy olyan verziója a TikToknak, ami egy valószínűleg másik néven fut, amúgy, amiben ilyen edukációs videókat, meg tökéleti dolgokat mutatnak a gyerekeknek, és nem szarkontentet. Cool! Cool! Oké. Okay. Most gondolom fel lesz téve ez a kérdés, hogy akkor a kínaiak ezt csak maguknak csinálják? Nem. Kínában nincs YouTube. Kínában a YouTube-ot nem lehet elérni. Kínában erre vannak más oldalak, de a gyerekek így könnyebben el tudják érni. Kínában azt hiszem, amúgy nagyon sok minden az internet használata kapcsolatban amúgy személyhez van kötve, tehát ez azért működhet ott a 14 év alatti embereknek, mert ők nem férnek hozzá azokhoz a tartalmakhoz, amik 14 fölöttieknek vannak tervezve. De ezt nem lehet globalizálni, mert nem egy hatalom irányítja az egész világot. Lehetne még sorolni, hogy miért nincs ez itt. De ez lesz a videóba kérdésnek, én nagyon-nagyon homlokon fogom csapkodni magam. And they also limit it to only 40 minutes per day. Jó hallottátok, a 40 az 35 jelent. So it's almost like they recognize that technology is influencing kids' development, and they Medzi, make elmondja. their domestic yeah. version a spinach version of TikTok. While they ship the opium version to the rest of the world. Kínát is nem hülyék vezetik, szemben mondjuk Európával. Oh! Ez én, amikor meglátom ezt a videót. Ez tapsod érdemelt, hogy kiabált az ember. Kínaiak egy erős nemzetet akarnak, ami egységes, homogén és amiben a fiúk férfivá érnek, nem pedig valamiféle erőtlen és törékeny megcsúfolásává a férfi nemnek. Kína a TikTokon keresztül is felismerve a fiatal tömegeket befolyásoló erejét olyan példákat mutat a felhasználóknak, amik motiválóak amik arra sarkalnak, hogy a férfiak fejlődjenek, dolgozzanak, küzdjenek, hogy valahová jussanak az életükkel, és ne csak nyámnyila nyágépek legyenek, akiknek az érdeklődése kimerül abban, hogy milyen ruhában szépelegjenek a TikTok trending zenéire. Nyilván ilyen férfiak lesznek. Top G, nem? Andrew Tate kontentja milyen nagyokat megy. ott van Youtube sorcon is nagyon sokat ment, megy TikTokon is, kiban sokat megy, az elég maszkulin hidan, mert szer szerintem az Andrew Tate videók azok elég maszkulinok a viszpertomhoz képest, és mondjuk őt is eléggé dobálja be az embereknek. Nagyon-nagyon-nagyon sok fiatal elkezdett mondjuk edzeni, meg egészségesebben élni Andrew Tate miatt. És én most itt nem azt mondom, hogy Andrew Tate egy olyan kip. jó ember lenne, de valószínűleg volt ilyen hatása is. A többiről most ne beszéljünk, most csak pozitív példát akartam felhozni, biztos, hogy van ennél sokkal pozitívabb ember is, most ő jutott eszembe. De, ja, azt például de nekem nem dobal be Visperton videókat, akkor en lehetek rendes férfi. Ha te még nem kaptál Visperton videót, akkor téged még a kínai kormány nem célzott be. Szóval te még látsz férfi. De engem már becélzott a kínai kormány, szóval én már nőne nőnek öltözök, meg ilyenek, tehát én már rátestem. Az érdeklődések kimerül abban, hogy milyen ruhában szépelegjenek a TikTok trending zenéire. Nem hiszem, hogy mondjuk ezeknek az embereknek kajak ebben merülnek ki az érdeklődésre. Nem lehet, hogy csak azért csinálják, hogy pénzt belőle mondjuk a Viszperton. Csak az a baj, hogy... Annyira általánosít... A mondja, mi a kámért kell ennyire általánosítani? Ugye pont úgy mondtam, hogy miért általánosít ennyire durván? Nagyon-nagyon keményen általánosít a büszke és erős férfiakat nevel magának, nyafogó és erőtlen férfiakat nekünk. Férfiként össze kell tartanunk és egymást kell segítenünk és bátorítanunk az utunkon. Rá kell ébresszük a felnövekvő generációt, hogy a férfiasság egy olyan érték, ami nélkül a jelenlegi civilizációnk sohasem jött volna létre, és ha engedjük degenerálódni, akkor azzal a felépített világunkat hagyjuk erodálódni. Vagy csak haladunk a korral. Haladunk a korral, és nem, mondjuk nem öljük meg azokat az embereket, akik a Isten feketék, vagy mondjuk melegek, vagy mindkettő. Az, az, az nagyon durva, ha már mindkettő. Én ezzel tudom támogatni a férfiasság megtartásáért vívott harcot, te pedig engem ebben egy lájkal és egy feliratkozással. Ez a téma. ennyit lehet beszélni. Meleg. Igen, de nem azért követik egy millióan. Vannak bajok ennél a csávónál. Nem azért követik egy millióan, mert meleg csak a személyiségének egy eléggé nagy részét elfoglalja a tény, hogy ő meleg. Amúgy nem minden meleg ember csinálja ezt, már alapból egy ott nagy általánosítás. Most, hogyha csinálja, is, nem hiszem, hogy ezért követik olyan sokan, hanem inkább azért, mert szimpatikus volt nekik. Vagy csak ki pörkös kontentet gyárt a gyerekeknek, és megtalálta azt, amivel pénzt lehet keresni. Erőt, egészséget, erős férfit, erős nő. El, nőt. Elfihes mondja, meleg ember is lehet kőműves. Meleg ember is lehet kőműves? Lehet. Akár is, az, akár nem lehet. Még orvos is lehet. És lehet, hogy nem is tudod, hogy éppen ő végez el rajtad egy mű műtétet, és egy meleg ember csinálja mondja. meg. Meleg ember is ugyanolyan büdöset szarik, mint a hetero. Well, actually, nem, inkább nem mondok semmit. Valami nagyon kemény életmentő műtét elvégez rajta egy meleg orvos megtudod, hogy meleg, és azt mondod, hogy öljetek meg. In inkább öljem meg. NPC comment szekció, igen, igen, igen. Reject weakness, embrace masculinity. The pill. Emberünk <laughs> emberünk megnézett három Andrew Tate videót, és kitört a Matrixból. <laughs> the blue pill is promoted by movies, by parents, and by the majority of the population. The blue pill says that if you want to attract women, you just have to be yourself. Be kind and treat women like you treat your friends. You... Hú, hát itt már egyből arra ment rá az egész, hogy a nőszerzés. 28. másodpercenet tartunk. Már értem, hogy honnan jönnek ezek az elfolytott érzelmek. <súdik>